Az önkormányzat hitelfelvétele kapcsán beszélt Medgyessy Miklós sajtószóvivő. Mint ismert, a fideszes városvezetés 1,5 milliárd kölcsönt igényelt a kormánytól, azonban azt az összeget előre elköltötték az akkori vezetők. A Fidesz kormány végül 778 millió forint felvételét engedélyezte. A fele összeget hagyta jóvá a kormány, ugye márciusban az előző városvezetés egy 1,5 milliárd forintos hitelt szeretett volna felvenni, erről elküldte a kérelmet, a magyar kormány viszont mindössze december 23-án hagyta ezt jóvá, és nem 1,5 milliárd forint értékben, hanem 778 millió forint értékben. Erre a hitelszerződésnek az aláírása megtörtént, ezt az összeget remélhetőleg teljes mértékben le tudja majd hívni a város. A fennmaradó mintegy 700 millió forintot, azt ki kell gazdálkodnunk máshogy, erre ugye a korábban már általunk kért hitelkeret lesz valószínűleg a megoldás, ami természetesen most a 778 millió forinttal csökkenthető. Az internetes oldalakon olyan hír is elterjedt, miszerint az új városvezetés saját fizetésének megemelésével kezdte a munkát. A sajtószóvivő hangsúlyozta, nem emeltek a polgármester, alpolgármesterek és képviselők bérén. Semmiféle emelés nem történt, minden városvezető ugyanannyit keres, mint az előző ciklusban. Hogyha megnézzük, hogy mennyibe került az előző közgyűlésnek a fenntartása, és mennyibe került a mostani közgyűlésnek a fenntartása, akkor azt látjuk, hogy éves szinten több mint 2,2 millió forinttal olcsóbb a mostani közgyűlés, mint az előző fideszes többségű. Egyetlen egy képviselő sem keres 700 ezres vagy milliós összegeket, amiről itt lehetett olvasni. A legmagasabb képviselői fizetés az bruttó 450 ezer forint. A képviselőtestület tagjainak kifizetett bruttó díjazásáról az önkormányzat közösségi oldalán is tájékozódhatnak az érdeklődők.